Kettős jubileumot ünnepelt a Savaria Lions Club. 100 évvel ezelőtt Amerikában alakult meg a Lions Klubok Szövetsége. A mozgalom hamarosan világszerte népszerű lett. Szombathelyen 1992-ben alakult meg és csatlakozott a Nemzetközi Szövetséghez a Savaria Lions Club. A Nemzetközi Szövetség a világ legnagyobb civil szervezete, melynek alapításakor megfogalmazott egyik fő célja a látás megóvása. A mi fő feladatunk elsősorban a vakok és gyengéllátóknak a segítése, és örömmel mondhatom el, hogy ezt a lionizmusnak, ezt az eszményét, küldetését nagyon jól teljesíti a klubunk, hiszen a vakok és gyengéllátók intézete vagy szociális intézmény munkáját ugyanúgy segíti, mint a vakok és gyengéllátók egyesületét. A szombathelyi szervezet évente hirdet szemszűrési vizsgálatot, és 2013 óta egy szűrőbuszt is működtetnek, amellyel egyre több helyre jutnak el. Emellett a szakosított szociális intézetben sorozatot indított Otthon, Színház címmel, melynek célja, hogy a látás és mozgássérültekkel foglalkozó intézet lakóinak helyben biztosít a művészettel való találkozás lehetőségét. A 100 éves nemzetközi szervezet segítő tevékenysége a jövőben egy újabb területtel bővül. Most egy új fókuszt keresett és talált a Nemzetközi Szövetség, ez pedig a diabétesz elleni küzdelem, a különböző képzéseken, eszközök vásárlásán, tájékoztatókkal, tehát arra hívja a közösségeit szerte a világon, így Magyarországon és Szombathelyen is, hogy fókuszáljanak erre a problémára, ennek a megelőzésére, illetve akik ebben szenvednek, annak a segítésére. A Lions mozgalom nem csupán egy karitatív szervezet, hanem az emberek közötti kapcsolatok építésének színtere is. Ennek példája a klub több mint 20 éves múltra visszatekintő adventi jótékonysági koncertje is.